Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Mesterséges intelligencia rajzolta meg a táncoló Erzsébet királynőt. Már a ChatGPT vezére is aggódik, egyre többen figyelmeztetnek a mesterséges értelem veszélyeire. A bőrgyógyászatban már bizonyított az Emmy. Mind a három cím ma jelent meg különböző hírportálokon. Ma már az élet szinte minden területén jelen van a mesterséges intelligencia. Gondoljunk csak arra, hogy a közösségi média felületek mögött meghúzódó algoritmusoknak köszönhetően sorra felbukkannak hirdetések, amelyek olyan termékeket kínálnak nekünk, amikre korábban rákerestünk. De hol van a határ, mennyiben segítik a gépek az emberek mindennapjait, és be tudják-e tartani a jogi kereteket és az etikai normákat? Mi lesz a jövő? Erről beszélgetünk mai vendégeimmel. Köszöntöm a stúdióban Hajdú Andrást, a Debreceni Egyetem informatikai karának dékánját és Lakatos Róbert PhD hallgatót. Jó estét kívánok! Jó estét! Hát tulajdonképpen azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy nem sokáig lesz már posztom és tisztem ebben a székben ülni, és igazából ezt a bevezető szöveget ezt fel is olvashatta volna helyettem egy robot, hiszen a Goldman Sachs kutatásai szerint 300 millió ember munkáját veszélyezteti a mesterséges intelligencia, és ami csavar ebben a történetben, hogy bizonyos kutatások szerint a mi munkánk az első helyen van, mert hogy annyira elképesztő már a kommunikációs készség ezeknek a szoftvereknek, hogy a kreatív szövegírók és az újságíróknak nem tudjuk, hogy meddig lesz munkájuk, de ugyanakkor az adatelemzőknek és a webfejlesztőknek is, őket is lehet, hogy lecserélik majd a szoftverek. Tehát tulajdonképpen akkor most ülünk hárman egy asztalnál, de lehet, hogy veszélyben lesz majd itt a munkánk a következő évtizedekben. Hogyan látják önök ezt a kérdést? Hát egyrészt jogos a félelem, másrészt szerintem ez a félelem, mert az emberiség már az őskortól szembesült, hogy ha megjelent valami újítás, akkor úristen elveszíti a munkáját rengeteg ember. Tehát amennyi munkahely elvész, annyi munkahely teremtődik, tehát ettől még az emberiség nem fog kipusztulni, itt a mesterséges intelligencia meg fog jelenni. Az de valószínűleg biztos. Egyébként lesznek olyan területek, ahol viszont valóban felváltják a gépek, ilyenek például már most látszik az eladói munkakörök, vagy nem biztos, hogy kiváltja teljesen a esélyes, hogy nagyon sok helyen kisebb emberi munkaerő lesz szükség, van felület azért várható. Tehát például ezzel nagyon sokan foglalkoznak, jogi aspektussal, hogy az emberi társadalom a mesterséges intelligenciát jól rosszul, de valahogy integrálni kellene, mert ha nem integráljuk, például hogyan büntetünk meg egy mesterséges intelligencia alapú döntéshozót, börtönbe nem küldhetjük, tehát majdnem biztos, hogy arra kell törekednünk, hogy mindig ott legyen az emberi felelősségvállalás a mesterséges intelligencia rendszerek között. Vagy a programozó rontotta, vagy a döntéshozó hozott rossz döntést, valaki valahol hibázott, ugyanúgy, ahogy megszokhattuk az emberi társadalomban. Vannak erre precedensek, hogy nem lehetett senkit hibáztatni egy bizonyos helyzetben? Hát ugye ez az emberi világunkban is előfordul, ezt hívjuk balesetnek, amikor ugye történik egy baleset a közúton, és akkor kiderül, hogy megcsúszott az olajfolton, elrepült egy kődarab, és akkor a végén kihozza a bíróság, hogy hát sajnos nem tudunk találni felelőst. Ez természetesen megtörténhet a szoftverek világában is, de alapvetően szerintem integrálódni fog az egész eljárás. Visszatérve erre az alap induló kérdésre, igen, természetesen át fognak alakulni a munkakörök. Én egyébként hozzáteszem, hogy gyakorlatilag mindenki használni fogja a mesterséges intelligenciát, egészen kevés olyan szakma lesz, ahol nem lehet használni a mesterséges intelligenciát egyelőre. Ott is majd előbb-utóbb sor kerül rá, de ott mondjuk olyan robotikai fejlesztések kellnének, mondok egy dolgot, gázszerelő, aki ténylegesen mondjuk a gázkazán szereli, azért ott még nagyon messze vagyunk, hogy effektíven ne ő manuálisan szerelje meg azt a gázkazánt, de ahol nincsen szükség erre a fajta manuális képességre, hogy gyakorlatilag a számítógépek nagyon-nagyon meg fognak jelenni. Mely területeken élvezik egyébként a legnagyobb előnyét a mesterséges intelligenciának? Hát itt azért tényleg rengeteg előnye és rengeteg hátránya is van. Most arra lennék kíváncsi, hogy hol alkalmazzák a leginkább pozitív hatással és eredménnyel. Hát ott, ahol a legnagyobb veszély is van vele kapcsolatban. Tehát igazából ott úgy lehet jól megfogni, hogy melyek azok a szakmák, amelyek veszélyben vannak, hogy melyek mozognak leginkább virtuális térben. Tehát minél virtuálisabban mozog egy adott szakma, annál inkább veszélyben van. Most tapasztaljuk ezeket, hogy a képzőművészek is veszélyben vannak, a festők veszélyben vannak, a zeneszerzők, a szövegírók veszélyben vannak. Ugye ezeket a munkákat nagyon könnyen ki tudja váltani, és egyre hatékonyabban váltja ki a mesterséges intelligencia. Ők is élvezik a legnagyobb előnyt, de ők is élvezik a legnagyobb veszélyt is, hiszen maga mesterséges intelligencia egy digitális rendszer, és egy szakma minél inkább digitális vagy digitalizálódott, annál inkább veszélybe is van. Tehát ez a kettő együtt jár, minél jobban élvezi az ember az előnyeit, annál inkább részesül a veszélyeiben. Vagy minél inkább le lehet írni szabályokkal azt az adott szakmát, tehát például én sakkoztam, a sakkozók ezen már túl vannak ezen a kérdéskörön,
ők ugye 20-30 éve szembesültek azzal, Kasparov még a táblát ráborította a gépre, amikor kikapott. A góvilágbajnok, amikor kikapott, visszavonult a sporttól, miközben felnőtt egy új generáció, a fiatalok. Nekik már teljesen természetes, hogy a sakkban a gép jobb, ők már ebben szocializálódtak, a koruktól ezt tudták, ezt szokták meg. Tehát ugyanúgy lehet, hogy egy szövegírónak se fog egy idő után ez problémát jelenteni, hogy igazából a gép jobb, mint ő, de az ő munkáját rettenetesen tudja segíteni, és ettől még nem fogjuk elveszíteni a sakk iránt az érdeklődésünket, mint emberi lények, szeretni fogjuk. Tehát így is meg lehet ezt élni, hogy igazából kiteljesít minket a gép, ugyanúgy, mint egy fizikai eszköz, tehát képesek leszünk olyan dolgokat megcsinálni, amikre most nem vagyunk képesek. Etikai kérdéseket mennyire tudnak a szoftverfejlesztők, programozók beintegrálni a rendszerbe? Ugye itt említette, hogy a művészek is lehet, hogy elveszítik majd a munkáikat, hiszen már annyira valóságos képeket tudnak ezek a programok generálni. Hát emlékezzünk rá, most a pápát láthattuk legutóbb például egy pufi kabátban, vagy pedig Putyin letérdelt a kínai államfő elé. Nyilván ezek fake news-ok voltak, de sokan elhitték is. Terjedt az interneten is. Ezzel tudnak-e valamit kezdeni majd a szoftverfejlesztők? Ugye itt, tehát a mesterséges intelligenciának több része van, ami most nagyon hype-ban van, ezek az úgynevezett kognitív vagy tanuló rendszerek. És az egyik probléma ezekkel az, hogy hatalmas adatokon tanulnak, kicsit máshogy tanulnak, mint az emberek. Jogos kritika leginkább feléjük, hogy sokkal nagyobb adatmennyiségre van egy adott folyamat megtanulásához szüksége, mint egy átlag embernek. Hát ebből a szempontból kicsit kevésbé hatékonyabbak, mint mi magunk, azonban ez is gyorsan fejlődik. És ez az egyik kritikus kérdés, és ez is etikai dolgokat vet fel, hogy nem tudjuk megmondani, hogy egy dolgot megtanult-e, látott-e, vagy tényleg valamiféle kreativitás történt. Tehát egy képgenerálásnál tipikusan ezt érezzük, nem tudjuk megmondani azt, hogy azt a képet azért generálta a rendszer, mert ő azt megtanulta, ő látta, tehát valamilyen szerzői jogot sértett, vagy tényleg valami kreatív folyamat történt. Tehát ez az egyik igen nagy kihívása, meg nehézsége is egyébként ennek a területnek. Aktívan is kutatják, hát nem sok sikerre legyen őre. De egyébként erre külön lehet figyelni, és például itt azért megvannak ezek az alapfogalmak, amikre figyelni kell egy mesterséges intelligencia rendszer, például az etikai dolog, ez a fairness. Tehát, hogy minden népcsoport, ne kerülhessen senki hátrányos megkülönböztetésbe. Érdekes módon ezt algoritmizálás szintjén is meg lehet oldani, hogy beleírom a kódba, hogy figyeljen arra, hogy mondjuk a keresztnevek szerint ne legyen különbség a végén hozott döntésekben, vagy bőrszín szerint ne legyen különbség, vagy vallás hozzátartozás alapján ne legyen különbség. Tehát a végén ránézek mondjuk, hogy állásajánlatok mi szerint mentek, akkor ne tapasztalassam azt, hogy keresztnév szerint látszik, hogy valaki sokkal jobb állásajánlatot kapott, mint a másik. Tehát, hogyha mi ott körbe tudjuk ezt írni, hogy mit gondolunk etikusnak, ezeket a szabályokat ráerőltethetjük a mesterséges intelligenciára, hogy döntsön így. Lehet, hogy az ellenére lesz, mert ő az adatokból nem így döntene, de az emberi világ pedig ezt elvárja tőle. Tehát erre mondtam, hogy nekünk kell irányítanunk a mesterséges intelligenciát, nem ő fog minket irányítani. Igen, nekünk kell irányítani, de nagyon nem mindegy, hogy ki irányítja. Hogy jó szándékkal programozták be ezt a bizonyos technológiát, vagy rossz szándékkal. Hát itt ugye hadászati céloktól kezdve bármiről beszélhetünk. Ezzel a nagy globális rendszer mit tud kezdeni ezzel a kérdéskörrel? Hát ez olyan, mint minden más fegyver. Ugye az atomot is először atombombaként jelent meg, és csak utána lett belőle atomreaktor. Tehát először sajnos az ember itt most tapasztaljuk, ugye az ukrán-orosz háborúnál is látjuk azért, hogy megjelent a mesterséges intelligencia, és eléggé félretették most az aggályokat a küzdőfelek, mert nem tehetik, nem engedhetik meg maguknak azt a luxus most. Elnézést kérek a jogászoktól, hogy jogászkodjanak a harcmezőn, mert nekik most azonnal kell egy megoldás, de ettől függetlenül nagyon fontos, hogy ezt azért betereljük a megfelelő mederbe. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan tudjuk a keretrendszert, a korlátokat kialakítani. Erre tényleg maximálisan törekedni kell, jóra, rosszra egyaránt lehet használni a rendszert. Mi is láttuk saját gyakorlatban, hogy nagyon nehéz dolog az például, hogyha megkötik a GDPR egyéb rendelkezések miatt a kormányzatok, vagy az EU, vagy bárki más a saját kezét, de közben mondjuk a bűnözők azt mondják, hogy ők gátlástalanul engedik ezeket a mesterséges intelligencia rendszereket, akkor óhatatlanul hatalmas előnybe tud kerülni az egyik oldal, mert hát ő nem tartja be a szabályokat nemes egyszerűséggel. Tehát az várható most, hogy az utóbbi hetekben nagyon gyorsan változnak ezek az információk. Talán az látszik, hogy nagyon elindul ez a dolog, hogy az igazán komoly nagy rendszereknek a szabályozása az hogyan legyen megoldható, a másik ugye a fake news.
ott minden áron erre figyelni kell, hogy mi a hiteles információ, mi a dezinformáció. Tehát megvannak erre a szoftveres technikák is, blockchain és így tovább, tehát le lehet azért védeni ezeket a dolgokat, hogy mi az, ami tényleg hiteles információ, mi az, ami nem hiteles információ, de erre nagyon oda kell figyelni a jövőben. Egyébként miért kapott most ekkora hangsúlyt a mesterséges intelligencia, hogy mondta is, itt rohamtempóban fejlődik minden emiatt? Mert hogy egyébként mondjuk, nem tudom, robotforszívók már azért jó régóta takarítanak a házainkban, illetve mondjuk a sci-fi filmekből, a Terminátorból például nem ismeretlenek már jó régóta a robotok számunkra. Ez a ChatGPT-nek köszönhető? Vagy? Hát igazából ugye kicsit más hétköznapi szemmel nézni ezt az egész dolgot, meg más nyilván kutatói szemmel. Nem sokkal tudunk mi se lassan jobban reagálni egyébként, mint egy átlag ember. Alapvetően azt lehet mondani, két cég van nagyon jelen ebben a versenyben, az egyik ugye a Microsoft, a másik a Google. És ugye az előző évtizedre azt mondtuk, hogy ezen a képfeldolgozásnak volt a forradalma, ott történtek meg kritikus áttörések, ami először nagyon jótékonyak is voltak elsősorban, mert inkább egészségügyi területen, diagnózisok területén jelentkeztek, és nem is annyira fókuszált erre akkor még a média. És ez az az évtized, ami a szövegfeldolgozásban hozott nagyon nagy előrelépéseket. A szövegfeldolgozásnak ugye az a különlegessége, hogy mi emberek a saját tudásunkat szöveges formában tároljuk. Tehát innentől kezdve kezdte el igazán jól működtetni a mesterséges intelligencia azt az információ halmazt, amit mi kifejezetten emberek termelünk. És innentől, már eszét ír helyettől, eszét, meg így van, és ez nagyon hirtelen bekerül nagyon sok munkakörbe, és ez hirtelen áttör egy kritikus pontot, és innentől kezdve gyakorlatilag egy ilyen hype megindul, ami félig jogos, félig meg azért aggályosan nézi az ember. Ugye itt tipikusan lehet azt érzékelni, hogyha figyeljük a Google-t, vagy ahogy a Microsoft cselekszik, a Microsoft talán egy kicsit aktívabb, még azt lehet mondani, hogy a Google ez egy kicsit elővigyázatosabb, de hát mert kapitalista rendszerben vagyunk, azért azt nem lehet elmondani, hogy nem törekedne mindenki arra, hogy minél gyorsabban fejleszten ezen a területen, és hát ugye áttörik egy kritikus pont, innentől kezdve meg történik, ami történik. A másik fontos dolog nagyon, tehát egy szintlépés történt. Tehát igazság szerint 2012-ben szabadult el a pokol a képfeldolgozás területén. Ez csak annyit jelent, hogy az algoritmusok már megvoltak 10-20 éve, nagyjából megvolt a know-how, megvolt minden, viszont a hardware olyan akkor jutott el arra a szintre, hogy igazán nagy modelleket sikerült már betanítani. Tehát gyakorlatilag, ami 2012-ben először bekövetkezett, hogy a képértelmezés kezdte elérni az emberi szintet, ez annak volt köszönhető, hogy a grafikus kártyák akkor lettek olyan erősek, hogy be tudta fogadni akkor a neurális háló modelleket, egyébként nagyon hasonlóan működik, mint a mi agyunk sok esetben ezek a technikák, hogy tényleg olyan méretű dolgot lehetett betanítani, ami már olyan szintű feladatokat meg tudott oldani, amire már mindenki felkapja a fejét. 98-ban is meg tudta már ugyanezt oldani, de mondjuk csak 0-tól 9-ig a kézírásos számjegyekre tudta ugyanezt megcsinálni. 2012-ben meg tudta csinálni 100 millió képre, most látjuk 2023-ban már mire képes a szövegfeldolgozás. Hozzátenném, hogy a GPT-4-nél tartunk. A GPT-4-ben lévő, a neurális hálójában lévő neuronszám az ugyanannyi, mint az emberi agyban lévő neuronszám. Tehát nem meglepő, hogy nem buta. De ez és ehhez az kellett, hogy legyen egy akkora hardware, ami ezt egyáltalán a memóriájába bele tudta tenni. Akkor a szöveg a másik, amit szoktak mondani, hogy akkora mennyiségű információ gyűlt össze gép számára hozzáférhetően, ez az internet volt, ahonnan tud tanulni, tehát hogy már nem kódexeket kell majd szkenelgetni, hanem tényleg azonnal hozzáfér az információhoz. Elektronikusan megvan gyakorlatilag az emberiség teljes információt tartalma a könyvek formájában, tehát mind az input adat, mind a hardveres kapacitás. Megdöbbentő módon matematikailag az eljárások, az algoritmusok, az nem olyan bonyolult. Tehát nem az az érdekes része, hanem sokkal inkább a kapacitásnak, az input kapacitásnak a megteremtése volt, ami igazából izgalmas volt, meg egyszerűen a hardware, a vas. Önöknek egyébként ez nem ijesztő, vagy csak nekünk, nem szakmabélieknek? Tehát nem tudjuk eldönteni, hogy ez az embereket segítő intelligens világ felé vezet ez az út, vagy valamilyen apokaliptikus világ felé. Tehát ugye szerintem most, hogyha megkérdeznénk az embereket, így két táborra oszlana. Én erre azt tudom mondani, hogy megijedni azt nem most kellett volna. Azt körülbelül a személyi számítógép bevezetésénél kellett volna, mert ugye ott történt meg az a pillanat, azt gondolom, amikor olyan mértékben terjedt el a számítógép az emberek körében, hogy ma már
kivezetni nem tudjuk ezeket a rendszereket. Innentől kezdve, hogy nem tudjuk kivezetni, ezek a rendszerek folyamatosan fejlődnek. Először kezdetleges algoritmusokkal tudtunk nagyon hatékony dolgokat, vagy egyre hatékonyabb dolgokat csinálni, most meg tanuló algoritmusokkal tudunk még hatékonyabb dolgokat csinálni. Kivezetni nagyon ezeket a rendszereket már nem tudjuk, úgyhogy a fejlődés az azt lehet mondani, hogy nem igazán fog megállni. Mennyire lehet a tempót tartani? Hát nagyon nehéz nyilván, tehát tényleg, és ugye a nagy cégekkel rettenetesen nehéz versenyezni, mert ott irgalmatlan mennyiségű emberi erőforrás, anyagi erőforrás áll rendelkezésre, tehát a kutatók sokszor járnak, most már egyre többször járnak úgy, hogy kutatgat valamit, egyszer csak megjelenik a nagy cég előáll ezzel a GPT-4-el, és akkor gyakorlatilag több millió kutató munkája majd, hogy nem ment a levesbe, mert olyan erős ez a rendszer, hogy ezzel nem képes versenyezni. A félelemről én annyit mondanék, hogy nem kell félni, sose kell félni, tehát hogy lehet félni, de minek? Tehát teljesen felesleges azon aggódni, hogy úristen, mi lesz? Hát ez a fejlődés útja, itt tart az emberiség. Most szembesülünk egy ilyen, szerintem egyébként ez nem probléma, azért hangsúlyoztam, hogy sokkal inkább úgy éljük meg, hogy szintet lépünk. Én ott érzek egy nagy töréspontot, hogy valahol azzal fogunk szembesülni. Mi már szembesültünk ezzel 10 éve, meg a sakkozók már 30, a többiek meg most kezdenek azzal szembesülni, hogy jön valami, ami igenis hát elképzelhető, hogy mentálisan szép csendesen felülmúlja az embert, magyarán okosabb lesz, de ez a gondolata is szerintem együtt fogunk tudni élni. Segíteni fog rajtunk. Tehát félhetünk, de a fejlődést nem tudjuk megakadályozni. Meg egyáltalán az intelligencia, még egy picit átkötnék, mert itt András mondott egy érdekes számot ezzel a 100 billió szinapszissal igazából, hogy ennyi van az emberi agyban, és ennyi paramétere van igazság szerint a GPT-4 hálózatnak. Ugye ez azért érdekes szám, mert azt azért nagyjából sejtjük, hogy ez a GPT-4 ez nem intelligens. Tehát nem beszélhetünk abban az értelemben intelligenciáról, mint egy embernél, legalábbis egyelőre az látszik kirajzolódni. Tehát innentől kezdve viszont az is kirajzolódik, hogy nem a paraméterek, vagy nem a szinapszisok száma határozza meg azt, hogy mi a valódi emberi intelligencia. Nagy mértékben meghatározza valószínűleg, de azért még itt hiányzik valami, amit még meg kell értenünk. Aztán, hogy ezt mikor értjük meg, azt majd meglátjuk. Viszont nap mint nap ezen dolgoznak, hogy meg szeretnék érteni és fejleszteni, kutatni szeretnének. Beszéljünk egy kicsit a Debrecenben zajló folyamatokról. Látszik, hogy rohamléptékben fejlődik a város, illetve a régió. Gondolom ezeket a cégeket informatikailag is ki kell szolgálni. Önök ezen a területen milyen kutatásokat végeznek a Debreceni Egyetem intézményein belül? Hát indítottunk ugye a kéfeldolgozásra mi is, tehát nagyon itt is elhangzott a bőrgyógyászat, mi is fejlesztettünk ilyen melanoma felismerőt, retina képen keresni cukorbetegség szövődményeit, MRI-CT képeken keresni a rákos elváltozásnak a jelenlétét. Tehát ezek most már, hogy mondjam, még csak 10 évről beszélünk, de már most nem annyira izgalmas témák. De akkor ezeket már alkalmazzák is. Ezeket most például a rákos sejtszűréssel vizsgáljuk, hogy lehet-e mesterséges intelligencia, az általunk fejlesztett algoritmusba tenni egy ilyen másodlagos eletezésben, tehát ez nőgyógyászati szűrővizsgálatokban a kenetet nézni, hogy van-e benne rákos elváltozás, ez egy másodlagos szűrés, az orvos megnézi, és akkor a gép még egyszer rászűr. Tehát például ilyen jellegű alkalmazásaink vannak. Van a szövegfeldolgozás, ugye amit is előjött itt megint, hát ugye a Debrecenben azért erős nagyon az egészségügyi vonal, tehát klinikai leletezés, megint a hasznos információnak a kinyerése, és nekem van szerencsém most benne lenni, ugye ez most egy nagyon aktív terület, ez a városi környezetvédelmi monitoring rendszer, és pont tegnap előtt beszéltünk itt a bizottságon belül. Én ott is megpendítettem ezt, hogy gyakorlatilag, hogyha bevisszük egy ilyen GPT-típusú rendszerbe a adott szakterületnek az ismeretanyagát, például városi monitoring, biodiverzitástól kezdve légszennyezésen át vízszennyezés és bármit akarunk vizsgálgatni, nyilván specifikálva a városra, hogy ide milyen iparosodási elképzelések vannak, akkor el tudunk készíteni valószínűleg egy olyan szuper szakértőt, aki ezen a területen rettenetes nagy tudással rendelkezik. Ez nyilván megfelelő irodalmat, hogyha összegyűjtjük, tudományos cikkeket, könyveket, amit erről írtak, betöltjük gyakorlatilag egy ilyen GPT jellegű rendszerbe, akkor ez a komplett fejlesztés ki tudhatja szolgálni. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog lehet. Tehát akár egészen magas szintű döntéstámogatási szintig ezeket a rendszereket el lehet vinni, hozzátéve, hogy rettenetesen óvatosnak kell lenni, hogy mennyire hagyatkozunk a mesterséges intelligencia véleményére, vagy mennyire megyünk még utána, hogy az mennyire valid, amit ő mondott. Gondolom adatokat is gyűjt, illetve hibafaktorokat igyekszik a rendszer kiszűrni.
Visszatérve egyébként az orvosoktól egyébként milyen visszacsatolásokat kapnak, mennyiben segíti az ő munkájukat az önök által kifejlesztett technológiák? Hát alapvetően nyilván nagyon pozitív, tehát mi például nagyon régóta együtt dolgozunk a klinikai központ számos egységével, és őszintén szóval most mindenki látja, érzi, hogy nem lehet ezt a technológiát lesöpölni az asztalról, gyakorlatilag lehetetlen, aki lesöpri, az rettenetesen lemarad, mind simán csak a kutatásban, de ugyanúgy az oktatásban, vagy ugyanúgy az üzemeltetésben, mert most már ezek a technológiák túlságosan erősek. Tehát én azt mondom, hogy mindenhonnan most mi is tényleg nagyon sok egységgel elkezdtünk dolgozni az egyetemen is, a várossal is, akár a hallgatóknak a beáramlását filterezni, szűrni, hogy ki alkalmas mondjuk külföldről érkező hallgató várhatóan, ki az, aki nem alkalmas mezőgazdaságú, a terméshozamnak a növelése. Tehát kvázi nem tudnék olyan, vagy molekulatervezést, tehát gyakorlatilag nem tudnék olyan területet mondani most, ahol az nem jönne elő, hogy de a mesterséges intelligencia mire lenne itt képes. Csak zárszóként, hol tartunk most, akár itt Debrecenben, akár Magyarországon, itt az európai élvonalat tekintve is, és hát itt mi várható néhány éven belül? Hát amit most gyorsan mondanék, hogy azért nagyon nagy hangsúlyt igyekszünk fektetni itt az informatika kar részéről. Magyarországon mi kezdeményeztük ezt az adattudomány MSZ szaknak a létesítését, és mi is indítjuk ezt szeptemberben. Mesterséges intelligencia szakember képzést is indítunk. Ez rettetesen fontos, mert ahogy említettem, minden területnek erre szüksége van. Tehát nagyon nagy hangsúlyt igyekszünk arra fektetni, hogy meglegyen a megfelelő szakembergárda az utánpótlás ezeken a területeken. Kutatásban gyakorlatilag elkerülhetetlen, hogy lépten nyomon napi szinten egy új terület megjelenjen, és ott használni kell ezeket a rendszereket. Tehát én megkockáztatom, hogy nyilván, hogy említettem, a nagyjátékosokkal nem csak mi, de senki nem tud versenyezni a nagyon nagy cégekkel, akik ebben nyilván nagyon nagy energiát beleölnek. És rengeteg pénzt. És mindent, igen, de én úgy gondolom, hogy nagy lemaradásra semmiképpen sem vagyunk. Uraim, nagyon érdekes volt számomra legalábbis, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak nálunk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, jó tévézés, majd pedig jó pihenést kívánok. Viszontlátásra!